1998-ban összesen 25 fővel kezdtük el itt a gyártási tevékenységet a vecsési terephelyen. Ma pedig már egy körülbelül 12 ezer négyzetméteres gyártóterületünk, logisztikai területünk, irodaterületünk van itt Vecsésen. Jelenleg 830 fős létszámmal dolgozunk, ez még mindig családiasnak mondható. Ha szeretik az új kihívásokat, a folyamatos fejlődést és a családias légkört, akkor mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk ide a vecsési gyárunkba. Stabilitás, emberközpontúság és hiteles vezetés. Jó emberi kapcsolatok, a szakmai fejlődés lehetősége és a német precizitás. Minőség, megbízhatóság, csapatszellem. Operátor nálunk ventilátorokat készít, összeszereli a ventilátorokat, aztán következik egy végmérés, és utána csomagoljuk, és kimegy a megrendelőhöz. Székesbuszok szállítanak minket a munkahelyre, így nagyon jó a bejárás. Befogadó csapat vagyunk, képzett trénerek segítik a beilleszkedést. Én legelső munkahelyemként kezdtem a cégnél, nagyon sokat segítettek, hogy minél hamarabb beilleszkedhessek, és egy nagyszerű társaságba kerültem. Férfiaknak és nőknek egyaránt ajánlanám ezt a munkát, akik pozitív hozzáállással, jó kézügyességgel rendelkeznek. Cégünk a munkatársaink részére nyári időszakban kirándulást szervez. Vannak szervezett programjaink is, mint a gokártozás és a szabaduló játékok. Focipályát itt foglalunk Vecsésen, a focizni vágyó munkatársak részére. Évvégén egy céges rendezvényen szoktunk zárni, ahol mindenki kedvére lazulhat és szórakozhat. Bármikor fordulhatok a közvetlen felettesemhez, ha szabadságra van szükségem, főiskolára járok, el szoktak engedni. Az évek során kialakítottunk a kolléganőkkel egy olyan baráti kapcsolatot, ami miatt jó érzéssel jövök be a munkahelyemre dolgozni. Azok a munkavállalók, akik lojálisak a céghez, illetve átlagon felül teljesítenek, azokat a cég jutalmazni fogja. Ez a jutalmazás lehet például egy németországi kiküldetés is. A vezetőségnek fontos, hogy a munkatársaink elégedettek legyenek, de ezen felül pedig elkötelezettek. Ha biztos munkahelyet szeretnének hosszú távra, családias légkörben, akkor várunk mindenkit szeretettel.